Sziasztok, Blackonom vagyok, és itt az Elden Ring 17. része. Az előző részben megcsináltam a Broxford varázsló iskolát, úgymond, hogy tisztánom, hogy ilyen Harry Potter reference volt szerintem az egész hely. Ötletes volt, azt meg kellett hagyni. És mondhatni szép is, mert hogy most elkezdtem a poklok poklához, Kaelidbe. Hát ugye nemrég voltam itt, de nem szívesen láttam bele. Vannak ilyen T-rex kutyák, óriás harkályok, robbanó hullák, meg azok a szerkezetek. Sok mindenre kell figyelni, úgyhogy ezt így ki is takarítottam. És ha jól emlékszünk, akkor vissza kell nekem jönni ide Kaelim Ruinsba. Általában minden Ruins tartogat vagy meglepetést. Hát ugye itt a Ruinsba, ha emlékszem, akkor két tök fej lesz itt a boss. Ja. Azért magukat egy könnyen. A tökfej testvérek. Ez itt mi? Ez csak ilyen dísz. Ez csak onnan jöttem. Ez egy gyanús, hogy nincsen jutalom. Mindig kell, hogy legyen jutalom. Ezt a jutalom meg egy trap lesz. Milyen jó lenne. Visage Shield. Ez eléggé creepy, ez a pajzs, de nézzük meg, hogy milyen. Ez még jobb is, mint az enyém. Viszont 44 strength-e hozzá? Wow! Ha jövünk ide, itt találkozhatunk egy merchanttal. Próbálok így felfedezgetni. Hát csak, hogy te mit határolsz. I'm hungry. I've been hungry so long. Szóval vegyek tőled valamit. Oh, thank goodness, brave adventurer. I'm a poor fruit salesman and I need to sell my fruit. Only a copper a piece. Won't you please buy some? Az a baj, nem árul semmit, szóval. Bocs, éhezzél. I guess I was gonna sell off my tent and live on the street, naked as the day I was born. Is that what you want? See me running around the street naked? The golden skull of Rome. 50,000 gold! I've never seen that much money, and now I'm giving it to you for a dead man's glittery skull! You bitch! At least I've got a glittery skull of Raoul! Lucky me! One copper, please. Thank you! Thank you, good sir! You don't know how much that... You ruined me, adventurer! És itt a merchant mellett meg is találhatjuk a újabb bonfire-t. Hát azért, ahogy nézem, hát voltak ilyen gomba emberek, szintén meg virágok, csak nem mérgező virágok, hanem ilyen, nem tudom, iszapot sodan ki magukból, meg ezek a hernyók, hát tudjuk, hogy százlábok. Hát takarítottam ezt a Kaelid Waypoint Ruinsot is. Nagyon sok ilyen százlábú lény van. És hogyha leülünk a kriptába, akkor ilyen kicsi százlábú emberekkel is találkozunk.
ezeket legalább egy hitelni lehet, tehát ilyen babyk úgymond. De veszélyesek tudnak lenni, hát nagyon remélem, hogy ez nem a port. Meteoric Orc Blade. Ó, ez nem is néz ki rosszul. Causes blood loss build-up. Hát, hogy át kell cserélni a buzogányomat, mert ez talán jobb is. Találtam itt pontosan egy ilyen gyertyatartót. Ugye ez mindig elvezet egy kincshez. Csak vigyázni kell, mert ez a hülye iszap, hogy mi ez, nagyok föld. Ez ilyen mérgező, tehát a rútot így stekkeli. Nem tudom, erre szerintem ellenállás kell növelni, vagy fel kell venni valami különleges ruhát. De úgyhogy, hogyha lóháton vagyunk, akkor nem kapjuk ezt. És elvezetett nem messze, csak így jönni kell, vannak ilyen hülye virágok, és akkor ide kell egy Stone Sword ki. Hát nem tudom, hogy most van-e. Na, van egy nálam. Hát akkor nézzük meg, hogy mi ez. Sötétség az biztos. Ghoul Cave. Azért ez elég gyanús, hogy már itt van egy treasure. Rehogy nem egy csapda. Nem. Runark. Az mindig jó. Most itt ilyen patkányok vannak. Most még vannak törpök is. Ilyen purgatórium beste vagy, hogy itt. Meg ezek a hülye zombik, amik ugye felrobbannak. Nem nyílik ez oldalt. Nagyjajjön. Itt egy Marika szobor. Talán Ranger Battle. Itt Ranger Battle-ezek, ezek törpák ugyanúgy. Sok olyan ajtó van, amit nem tudunk így kinyitni. Csak más oldal. Valószínűleg megtaláltam a túloldalát az ajtónak. Csak így jöttem, mendegéltem. Hát ez biztos egy trap. És nem. Hogy főleg törpék vannak inkább, meg patkányok, akikre figyelnek. Azt mondta, hogy lesz egy titkos járat. De nekem nem tűnik valószínűleg. Ó, és ezzel mit húztam meg? Hogy ezzel kinyitottam a ketreceket. Az egyik ketrecben például ilyet találtam, hogy Pillar Shield. Ez inkább úgy néz ki, mint az a régi középkori kínzóeszköz, ugye, hogy berakják az ember fejét, aztán szétdobálják szarral, meg mindenféle dologgal. Happy times, Emwell. The people were all so much friendlier. Meg Stone Sword Key-t is találtunk. Az azért már jön meg Bakizashi. Ez olyan katonának számít. Basszus, leugrottam a névbe. Ajaj. És egy gladiátor itt a basszul látszik. Ó, bazd meg. Meg is hogy? Putrid Corpse Ashes. Nem számítottam úgy, de itt lefele ugrottam. Azt hittem, hogy ez tovább vissza a parlangrendszerbe. Hát nem, egyenesen a poszthoz visz. Trükkös.
És ezzel hol tudunk menni? Limgrave. Ez ilyen titkos hely. Reggeli of Elk. Egy jó kis karnak számít. Nem rossz. Itt pontosan emellett a Bonfire mellett találtunk egy olyan Scarabeust, ami méghozzá ezt Lifesteal Fist. Jó tanácsként mondom, hogy az ilyen T-rex kutyák, meg a katonák nem barát, most nem szimpatizálnak egymással. Ezért azt tanácsom, hogy itt volt pár katona, hogy amíg közelből jövő T-rex kutyákat oda csalgatni, azt így el vannak egymással, és úgy könnyebb ledarálni őket. Mondjuk logikus, mert itt is van ilyen kutyatetem. Na, aztán, hogy tovább megyünk, itt lő ránk valaki, hogy meg kell rohamozni a várat. Tudom, hogy mágus, vagy mi a szor. Úgy ez egy íjász. A franca Norlondóban vagyok. Egy kicsit tovább jövünk, akkor itt találtunk két olyan tüzes gépezetet, és kapunk egy ilyen parázslatot, vagy Flame Grammy Strength. Akkor nézzünk be ebbe a várba. Itt a tújt. Hát, vagy nem. Mert záróan. Úgyhogy így meg kell kerülni. Ezek szerint. Aha. Ja, de csak óvatosan, gondolom, mert itt is lesznek, aztán lelöknek a francba. Ford Gael. És ott van lent egy cicus. Azt mit csinál a cicus? Be se tud ugrani. Mindjárt az lesz, hogy azt hitted mi. Találtunk egy olyat, hogy Starscourge Heirloom, amivel megnövelhetjük az erőt. Ez mondjuk pont nekem meg is felel. A plusz erő az sose gond. Vigyázni kell azért a katonákkal, mert azért ezek többet tudnak. Ezt azt hittem észre, hogy ugye a páncélzatuk is más, hogy piros. És mi a piros katonák, hát így több képességet tudnak elnyomni, tehát molotovval is dobálnak például. Na és ez hol vezet? Nem egy szar helyre. Hát ez kihozott ide. És ha tovább jövünk itt át a hidon, akkor itt át a igrész. Ez mondjuk jól jön. Itt is van egy port, ami visz valahol Redmain Castle-be. Ez lehet, hogy a főkastély pont. Na és akkor itt ilyen cicák vannak főleg. Milyen jó zenéje van. Mint ha a Halo főmenni zenéje lenne. Szerencsére bent is található egy Grace. Nem messze a portától. Úgy látszik, ebben a kastélyban nincsen más, mint hogy megküzdeni Radannal, a hát egész Kaelid vezetőjével, úgymond a legnagyobb bajnokkal itt a Redmain Castle-be. Tehát el kell menni, de ezt inkább majd utoljára hagyom. Kicsit körülnéztem, de az a baj, hogy kihagytam még mindig egy-két dolgot. Nem mindent mutattam be még itt Liurniába. A kezdőhelyen, vagy mi az Brimgrave-ben. Ez a hely, tehát ez az egész kontinens, itt ugye Weeping Peninsula-nak van nevezve. És Weeping Peninsula-ba, hogyha jöjjünk itt a Fourth Chef of Marikához, egy kicsit lejjebb jönk, és itt van a Witchbane Ruins. Mérgező a talaj, tehát csak így óvatosan lépjünk rá. Lóval szintén
így érdemes rálépni. Itt volt pár Grievous, meg egy ilyen nagy golyós arc, vagy mi az. Nézzük, hogy mi lesz itt a Ruins-ba. Egy NPC. Hát ez korábban is ambushált. Ezt korábban is megcsináltam volna. Fázoltál? It will do no good, I swear it. And yet you persist. Vajunk, hogy nem a mágus, akivel... Froth and degenerates. Én nem az a mágus az akadémia? Utána néztem, hogy mégis mit kell Selennel csinálni. Ez majd később lesz. Majd vissza kell térni hozzá. De ez is egy ilyen quest sorozat. Tehát majd ki kell szólítani. Aztán, hogyha eljönk erre itt a Weeping Everwall alatt, nem messze. Találtunk ott egy barlangot, tehát észre nem vettem volna, ha nem nézek utána. Tényleg úgy el van dugva ez a barlang, és innen felülről lehet így megközelíteni. Na ez milyen barlang? Mondom, farkasok lesznek, vagy ki tudja. Thomas Barkeeve. Ó, itt is ilyen gomba emberek vannak. Mi az neki ugye, mert fertőző az a víz. Persze patkányok is vannak, hiszen egy ilyen csatorná vagy szennyezett. Baromban miért ne lennének patkányok? Ha jövünk, akkor ilyet is tartunk Nomadic Warrior Schoolbook itt véget. Szavak rám úgy, hogy mérgezett vagyok. Jó, megy le folyamatosan HP-m, de ezt nem nagyon lehet megcsinálni ezt a barangot úgy, hogy ne legyen negyek mérgezett. Legalábbis lehet, hogy meg lehet, csak nekem nincsen türelme az, hogy megáll ilyen szilárd talajon, hogy és aztán várni, hogy lemenjen teljesen a sáv. Ó, persze, hogy ilyen virágok is vannak. És hogy jövünk szépen itt át a bosszóba. Nézzük, mi az. Ó, egy ilyen hatalmas növény. Miranda. Hát ugye vigyázni kell, mert tudjuk, hogy mérgező, spórákat bocsát ki. De ez nem biztos egyáltalán. Sőt, szorok rá, hogy meg vagyok mérgezve. Hát... ez easy volt, mint a tutorial talán. Ember Medallion. És mi az az Ember Medallion? Raises Maximum Stamina. Ez se rossz. Kerestem egy Grace-t, mert kihagytam. Ott található, ez a kis angyafaszni fény. Hát jobban most nem tudom bemutatni. Na, de hogyha itt feljönk ide az R3-hez, és innen leugrunk itt a széléről, és ide esünk, hát ez is csak a véletlen mű, hogy itt ezt megtaláltam, de itt találtunk egy ilyet, hogy Eclipse Crest Heater Shield. Utána olvastam, mert már kíváncsi voltam, hogy a francba kell a sétáló mauzóleumot megállítani. Hát valamire egyszerű. Annyi, hogy ugye van négy lába. Én azt hittem, hogy a szellemét kell leverni, ami itt őrjáratozik a közelbe. Hát nem. Azt kell csinálni, hogy minden egyes lábánál vannak ilyen szürke koponyák. Azokat így le kell tisztítani róla, és előbb-utóbb megáll, így összeroskod aztán egy. Én azt hittem, hogy tényleg kell hozzá, hogy teleport, vagy bűbáj, vagy bármi más. Ez képest ilyen egyszerű az egész. És itt mi található? Ezeket nem lehet szétverni, hát akkor csak ezzel lehet volna csinálni. Exhumed remains. Aha. És akkor itt lehet duplikálni. Once per mausoleum. Hát ugye tudjuk, hogy hol
található sok mauzóleum, de ez így nagyon jó, hogy ez így lehet duplikálni. És akkor most már kettő ilyenem van, igaz? Ja. Mauzóleumonként egyszer. Hát a többi, az főleg ugye itt található mauzóleum compoundba, ezen a helyen. Leaping Peninsula-t így ezzel teljesen megcsináltam. Legalábbis nagyon remélem, hogy nem hagytam ki semmit. Én mindent bemutattam. Visszatérve Kaelidre, itt van egy olyan, hogy Gael Tunnel. Úgy tudjuk megtalálni ezt, hogy itt van két őr is. Itt a bejáratánál. Aztán szerintem itt bányászok lesznek. Hát ahogy néztem, ezek az őrök, a bányászok haverok. Aha. Viszlát. Jó. És igen, ezek akkor Radan emberei. Ezek a pirosok. Várjunk, itt lehet ugorni, jó? És itt van lett a Grace. Ez egy kurva jó amúgy, hogy... Innen visszafelé nem is lehet menni, csak Grace-el. Hogy hol a majd bányásznak. Aha. Igen. Bányászok meg az katonák haverok. Egy kicsit erre jövünk, itt található pár ilyen oktopusz, vagy tunyacsápos akármi. És itt találtunk egy olyan fegyvert, hogy rossz naginata. Egy spearnek számít. Elég érdekesen azt hittem elsőnek, hogy kart. De is ilyen bloodstack. És ahogy így jövünk szépen lefele, nem is olyan késő, már találkozhatunk is a bosszal. Úgyhogy legalább jobb minden hamarabb túlesni rajta. Ez egy magma völgy. Ó, mert már egyszer találkoztunk. És ezzel meg is vagyok. Képességét ugye tudjuk, itt legalábbis már egyszer bemutattam. Nem akarom még egyszer. Dragonheartot dobott meg egy Moonveil-t. A Moonveil az meg milyen? Kis kardocska. Nem is rossz, az is blastekkelő. Mennyi jófajta kard van, és az a baj, nem tudom, hogy melyik lenne számomra a legjobb, legideálisabb. Na még erre el lehet menni. Itt egy Grace. Várjunk. Az most hol? Még melyebb? Ilyet sem láttam, hogy egy bányában két Grace is található. És volt olyan, de annak a végén volt. Jó, akkor nézzük meg, hát hol van még egy busz. Vagy nem? Most hol kötöttem ki? Limgrave-be. Egy kicsit innen lejjebb jövünk. Itt található a következő Grace. Szorosan egymás mellett. És egy kicsit lejjebb jövünk. Hát... Aztának az ott egy boss lesz. Én nézem egy sárkány, de ilyen... Mint az élő alatt sárkány lenne, úgyhogy... Erre inkább felkészülök. Aha, Decaying Exes. Aztán erősebb lesz, mint a Digi. Scarlet Tool. Hozz meg. Ez jól lefújt. Miért a második menet? Vajon valik sebzek? Ez a rothat lehetével vigyázni kell.
most mit csinálsz? Ez nagyon jó. Most ez... Ott egy szánkó fent a virág? Mi? Nagyon szor. Azt most meg éltünk. Mi a fasz ez a boss? Az igen. Jegyhitele boss-tól nem messze, hogy tartunk egy részt, és az a poén, hogy itt nem tud jönni. Itt van egy láthatatlan fal, de nem ér el, viszont ezzel a hülye leheletével, bűzös leheletével meg elér. Tehát azzal meg tud ölni minket. Ezt olyan nagy csináltak a készítők, hogy itt van egy láthatatlan fal, tényleg azt nem tud ide eljönni. Most csináltam azt, arra kell figyelnem úgy, mikor ugye itt felszáll, akkor így neki repül annak a pontnak, ahol éppen tartózkodunk. Én nem tanácsom, hogy a lábát üssük, mert a lábát, hogyha így dobbant egyet, akkor is egy mérgező gáz. Nem például, hogyha ez eltaláz a képessége, az instant van. Leüt a lóról, plusz meg is halsz. Szóval én azt tanácsom, hogy a két szárnyát próbáljuk ütni, vagy a fejét, a lábát semmiképpen. Aztán ez a stack-kel is, tehát az én fegyverem ugye úgy működik, hogy minden ötödik csapásra így rányom egy ilyen kritikust. És az a gond ezzel, hogy ugye most megnézzük, öt helyen van, ahol tudom sebezni. A két lábát, a két kezét, szárnyát, meg a fejét. Nos, hogyha tegyük fel, mondjuk a lábába beleütök hármat, a szárnyába kettőt, az úgy nem számít. Tehát csak akkor aktiválódik egy ilyen bosszon például, hogyha egy adott helyen találom először. Elég igaz, de nem értem, hogy hogyan működik ez. Pedig úgy kéne szerintem, hogy működjön, hogyha mondjuk megütöm mondjuk 5 ponton, akkor is vérzésnek szállt. Ha nem 20 percet szenvedtem vele, akkor egyet se, és csak egy Dragonheartot kaptam. New Dragonic Power Reserve. Jaj, de jó nekem. Ez a leg... Hát talán ez a legnehezebb sárkány így az egész ringbe. Lehet, hogy még lesz nehezebb is, de ez... Okosan kell csinálni. Ugye, amit mondtam, hogy kb. Ide ér el, mert hogy ideig tud mozogni. Tehát, hogyha még fel is repül, és nyom egy ilyen zuhanó repülést, akkor is kb. Ideig tud becsapódni. Tovább nem. De hát ugye a lehelete az nagyon messze elér. A legunorítóbb támadása amúgy az, amikor így maga alá nyomja azt az egészet. És ez sokkal rosszabb ez a root, mint mondjuk a tűz vagy poison, mert hogy a root az úgy van, hogy miközben stackelődik, a közben is sebez folyamatosan, és hogyha kész a stack, akkor át rám basz, hogy konkrétan abból meg is halok. Szóval nagyon figyelni kell ezzel a lehetével, az a legveszélyesebb. Meg hát az a szar, hogy ugye amikor így dobbant egyet a lábával, még az is ilyen rútot kezdeményez, szóval nagyon sok mindenre kell figyelni. Én kicsit elhúztam, és azt csináltam fel, hogy ideig eljön. Aztán visszafordul, belbaszok egyet, kettőt, háromat. Aztán így visszafordulok, és így megoldottam. Eljöttem ide a templomba, mert itt van közelbe, de van egy kemény lovag. Kevés szarozik. Hoppa! Szóval ez rendesen olyan lovagnak számít, mint ott Stormvale-be.
Vanished Knight's Shield. Csak ez keményebb. Katadrov Dragon Communion. Ó! És akkor itt is felhasználni gondolom a sárkányszínt. Nincs a Dragon Apostles Cop. Kéden, és akkor itt... Rite of Dragon Communion. Aha, és akkor itt írja, hogy egy... milyen sárkány szíve cserébe ezeket tudom kitanulni. Jó, ez inkább varázslóknak jó, szerintem. Dragonfire, Aglespeam, Glintstone Breath, Smaragd Glintstone, Rotten Breath, Dragon Maw, Dragon Claw, Dragon Eyes. Hát van itt minden, és ezeket ugye úgy tudom felszedni, hogy több ilyen képesség legyen, hogyha sárkányt adok. Eddig, ez volt a harmadik sárkányom. A másodikkal nem tudom, mit történt, mert azt nem öltem meg, hanem kidécézett. Találtam meg az új map fragment, nem lenne egyértelmű ott az oszlop. Kale. Nagy. És akkor még ott fent kell, de az egyértelmű ott lesz. Hát rondább, mint volt ez a hely. És itt egy merchant. Buying or selling. Buying or selling. Stonesword key, az már jó. Ez is jó. És egy champion... Ó, vettek Weatherfejt, nagyon jó. Champion Poldon, Champion Bracers. Gravity's Advantage. Tehát ilyen full champion szettet ki tudok szedni. És ha jövünk itt lefele, találhatunk egy Golden Seed. És hogyha jövünk lefele ezen az úton, itt bekanyarodhatunk, és akkor itt van egy újabb katakomba. Nem már rég voltam katakombába. Kérte volna, hogy itt biztos mint kőimpek lesznek, vagy csontváz. A változatos kedvéért. Ja, hogy itt... Ó. Hát itt érdemes itt a szélen menni, mert ilyen... Ó, virágok van. Lejövünk itt, itt van egy rejtett szoba. Vagy mindjárt mutatom is, hogy ilyen belőle. Húzok francba, itt van egy nagy növény, de nem fogok itt szarakodni, mert ilyen rút. Nem tetszik, amikor így minden, ó, még itt is. Vagy akkor ezt szarok bele, akkor legyen légy rútos, majd kihillelem. Ez olyan csodálatos, hogy mindenhol ilyen baszom mérgező virág van. Így gyökerek. És ide kéne jönni. Oké. Na de hogyan tovább? Láthatatlan fal, nem találtam csak azt az egyet. Ha csak... Aha. Tehát az easy, szóval itt ilyet kaptam, hogy Mirandox Sprout Ashes. Azt hiszem, igen, ezt kaptam talán. Milyen növényeket idéz, hát azzal nem megyek sokra szerint a növényekkel. Na nézzük, mégis milyen boss található itt. Nem tudom, legyen mondjuk így. Milyen? Megint egy séd. De tudom, hogy mit tudsz. És még mindig ugyanúgy a papír vagy. Tampak a Bloodlust-ba. Talán nehezebb.
nem? Csak én vagyok szarok inkább. Vaj már meg, köszönöm. Kindred of Rotteshiz. Jó, ez meg a százlábút tudok idézni. Hát jó. Viszonylag gyors katakomba volt. Itt a Vendor mellett nem messze található szintén egy grész. Itt van egy óriási nagy mocsár. És ha ide jövünk, itt találtunk egy ilyen teleport a Scarabeus-t, ha meg el tudjuk kapni, akkor kapunk egy olyat, hogy... ilyen... Sword of Mist, mi volt a neve. És még itt egy újabb szörny is van. Hú, basszus. Ki tud hányni? Sőt, csak hányni tud, vagy mi? Azt hittem, hogy fejszélet nem is használom. Clean Rotor. Az igen. Rohadjak meg, mi? Megint védeltek. Na már mondjuk rég kaptam. Millicent. Na gyere öcskös. Bárhol is vagy. A szar. Ó, ott is jön. Na gyere. Arra beintézlek, mint hogy bármit is tudnál csinálni. Így kell ezt csinálni. Sacramental Bud. Egy csomó Golden Rune-at, te kezdve faszra húzol. Imádom. Egy full rútot rám baszott. Öcsém. Egy másodperc lehet egy sikerélményem. Akkor is. Ó, a francot van neked sikerélményed. Rohadjál meg ott, ahol vagy. Imádom ezt a helyet. És tartunk egy grészt. Meg elméletileg, hogyha... abba az irányba megyünk. Szintén találunk egyet. Valahol. Úgy jó, hogy mekkora szitakötők. Ó! Scarabeus. Jó, ó, ez robban. Ash of Far, Sacred Land. Jó. Legalább ez is megvan. Ez a hely nem kímél. Óriás harkályok, T-rex kutyák, óriás szitakötők is ráadásul. Mi az a nagy Scarabeus? Ez dob valamit? Semmit. De még óriás Scarabeus se láttam. Akkor mint a Jurassic Park. És meg is van. Oké, én ezt akartam. És még itt is vannak ilyen hülye mágusok. Lehet, szerintem az mágus. Hogy csak szellemmágusok vannak, aha. Mint hogyha eddig nem volt elég. Meg ilyen mágusok is. Te van mágusra ez a hely. És még ilyen kis denevérek is vannak, hát nem cuki. Mit akarsz, törpapa? Kicsit itt feljebb jövünk. A varázsló suliba. Itt találtunk egy Golden Seed-et. Mindenhol le van pecsételve az ajtó, tehát amit vagy meg kell oldani, vagy valakit legyőzni. És tényleg a semmiből jönnek ezek a hülye varázslók. De ez tisztára úgy néz ki, minthogyha egy elátkozott akadémia lenne, ami itt volt. Ha ide jövünk, pontosan itt, hát akkor nem tudom elmagyarázni. De itt találtunk egy olyan, hát egy festményt. Hogy tovább jövünk, itt találunk olyat, hogy Gowry's Shack. Itt van bent egy NPC. Oh, a pleasure to see you. A pleasure indeed. I am Gowry, a great sage. In my day, anyway. I'd hoped to ask a favor when one of your ilk came along. A strapping young tarnished, able to cross the scarlet swamp of Aeonia. Don't fret.
I'll provide fine recompense. Should you accept, I will teach you the secret of Celia, the town you see there. Hát, hallgassuk meg, hogy mit szeretne. Ah, then you are willing to lend a hand, are you? I need your help to heal a certain young girl. Her name is Millicent. You will find her beyond Celia, resting at the church atop the cliff, stricken by the rotting sickness. Szóval azt mondja, hogy gyógyítsa meg Millicentet, és utána meg a megtanítjén dolgokra. Látunk egy ilyet, hogy Staff of Loss. Nem is rossz. Ezt úgy tudjuk, hogy ott felmegyünk a fágon, és ide leugrunk. Miközben megpróbáltam felkeresni a holttestét, vagy nem tudom, hogy egyáltalán meghalt-e. Találkoztam egy asztal. Ó, hogy ilyeneket tud idézni. Nagyon jó. Az meg. Ajaj. Ez olyan nagy lesz. Hát onnél nem szabadik. Csak ennyit sikerült levennem velük. Nem, nem idézel. Ez az. Huhu! Elsőre. Commander, Standard, Denied, Gold Needle. Tehát két cucc. Basztus. És mindjárt meghalok a Scarlet-be. Jó, és adott egy grace. Commander stat. Dard, ez egy heavy, meg az halvernek számít. Találtam egy traveler szettet. Egy full szettet méghozzá itt. Itt a Street Sage. Valószínűleg egy ilyet is találtam, hogy Meteorite Staff. Talán varázslóknak jó lesz. Méghozzá itt, szintén a Ruins közelébe. Helyek most ide a Streets of Sages Ruinsba. Itt van jó pár ilyen gombaember. Gombaember nagyon utálatosak itt nagyobb csoportban, mert ugye ilyen poison boltot nyomnak rám, hogyha eltalálnak. És az ráadásul teleti. Azt hittem, hogy ez egy titkos fal. De úgy látszik, itt nincsen. Hát jó. Roxling. És azután, hogy megöltük O'Neill-t, vissza kell jönnöm, hogy ez a... Ez egész egy követés sorozat. Tehát az az első, hogy Govrival kell beszélni, aztán ugye keresi Millicentet, de azzal, hogy megöljük O'Neill-t, megkapja a követés tárgyat. You found the unalloyed gold needle. As promised, I've detailed the secret of Celia right here. Go on. It's yours. Celia's secret. Now let me have a look at the needle. Well, well, this is a marvel indeed. The work of a true artisan. A meticulous, bold craftsman who grasps the essence of life. Can you give me some time with this? As well made as it is, it won't be much use snapped in half, will it? Jó, hát megvan a drága kis tűd, akkor jó mulatást hozzá, és akkor
Mégis mit kell csinálnunk ezzel a titokkal? Nézzük csak meg, hogy olvasuk el. Szerintem ez ilyen tekercs-szerűség, amit el kell olvasnunk. Szerintem sell your secret. Not by the Dalmas Sally hides the source. Light free flames atop the candle towers to break the seal. Szóval három fákját kell meggyújtani, gondolom. Hát nem tudom melyiket, de szerintem a torony tetején lehet. Akkor oda valahogy fel kell jutnom, meg oda, meg a harmadikat meg kell keresnem. És aztán az ajtókról a pecsét eltűnik. Az egyik pecsétet feltörjük, el tudunk jönni errefele. És itt találunk egy szílt. Nagyon egyszerű feljutni, igazából csak a faágokat kell használni, meg a lovat a dupla ugrás miatt. Úgyhogy jöttem fel a faágon, hát pontosan itt található azon a nagyon nagy vastagon egy teleportos Scarabeus, hát ez volt a legnehezebb elkapni, mert azért a faágokon egyensúlyozni, és azonnal lecsap nehéz, és feljutunk nagy nehezen. Itt ebben a hullában található egy Stone Sparky. Rengeteg minden található ezen a helyen, azért is mutatok be mindent, legalábbis amit megtalálok. Az is lehet, hogy én is hagyok ki valamit, sose tudni. És itt van az utolsó pecsét. Az egyik pecsét mögött egy olyan varázslat található, egy Night Comet. Hát nem tudom, ez az egyik pecsét ajándéka, hogy egy bosszal megküzdhetek. Remélem, hogy nem. Mert én nem tudom, a bossnak nem örülök, de ha azt is kell, akkor megcsinálom. De esetre még nem találtam meg a harmadik pecsétet, de az is lehet, hogy tényleg az az ajándék. Ilyet is találtunk, hogy szereljön Tírszkarab. Igazából csak ott, ha felmegyünk a pecsétet meggyújtani, akkor. De lejövünk, és akkor ez micsoda, amúgy. Szerintem egy fejfedő. Ez meg csak annyi, hogy kék. Nagyon szerencsére nem a bossza jutalom. Lehet, hogy a boss az úgy aktiválódik, hogyha mintának pecsétet feltörjük. Egy Inbound Stone Sword Key-t kapunk. Mi lesz itt? Biztos nem lesz olyan könnyű, de hát ki tudja. Nox Fortress, Nox Priest. Várt már rá! Aha, két Nazgul. Nem is az hasonló. Iha. Tudom, én inkább buzogányost foglalom le. Hú, ennek mi van a kezében? Annyi. Meg sor. Na, ennyit a Nox. Nox Flowing Sword. Jó, és ez mit tud? Flowing Sword. Hol van? Ja, itt van. Köröd, Sword, Slash. Még nem néz ki rosszul. És ennyi? Még van itt egy kincses láda, ami... Azt hittem, hogy trap. Lusatz Glintstone Staff. Aha. Hát biztos jó a mágusoknak. És még Grace is. Aztán visszajöttünk Gobrihoz. Készen áll a tű. És akkor most meg kell keresni a Millicentet. Gold nélkül. Tended to by the witless pests who worship her, or rather her rot. A wretched fate, indeed. The poor girl. Hát akkor meggyógyítom a szegény
leánykát. Gondolom erre felfele kell jönni. Legalábbis erre még nem jártam. Aha. Golyók. Ez még több golyó. És ott a golyó. Még jó, hogy lóra ültem. Temető. Jó, nem érdekelnek. Ó, még 100 lábok is vannak. Nehogy könnyű dolgom legyen már. Jó, a szarok rátok. Church of Plague. Most itt van szegény. Choicey. Secret Tear. Jó, muszáj összeintézni ezt a szarházat. Szarháziak. Na, itt vagyok kislány, meggyógyítak szépen. Volt az, aki engem megtámadott egyszer. Ha bölcs vagy, akkor elhúzok én a francba. Na jó, és akkor tessék, itt van ez. Jaj, meggyújtó kislány. Never mind. I've decided I would rather trust you than simply continue to spoil from within. Would you mind averting your eyes for a moment? Szeret akarnád az a szemedet egy pillanatig? Szemedetig? Well, that was easier than expected. Könnyebb volt, mint hittem. But why do I feel? Most miért meggyógyultál? Most mi van? Ki fáradt? Látszik, nem pihenni kellett egyet a Grace-nél, aztán... Jó, mert teljesen jó állapotban van. Elájult, mielőtt megköszönhette volna. Since inserting the needle, the scarlet rot has ceased to writhe. Even the nightmares have abated. And now, though I can scarcely believe it myself, I can move as I please. Not that I could ever truly repay you, but I would like you to have this. By way of thanks. A token though it is. Nagyon jó. Kösz szépen. És mit adtál nekem? Ez mi is volt? Processes Weirer Heirloom Raises Dexterity. Lassan már minden van itt. Jó, és tudsz még valamit mondani? With the needle buried in my flesh, I've started to recall, but dimly, my destiny. It's all thanks to you. My name is Millicent. I pray fate permits us meet again. Szóval imádkozik, kértel meg, nem tudja eljön meghalni, meg hogy útnak indul. Kicsit feljebb jövünk a templomtól, találtunk olyat, hogy Starlight Shards. Use to gradually recover FP. Hát ez is szinte csak mágusoknak jó. Szóval egy kicsit odébb jövünk, ott van egy szél, amivel ugye fel tudunk ugorni, és itt található egy Stonesworld ki is. Megpihennénk esetleg ennél a Grace-nél. Arra felláttam, hogy ott van valami nagy dög. Hát
De kíváncsi vagyok, hogy mi az. De a tippelnem kéne, akkor lehet, hogy egy boss. Ez biz a boss. Mi a pokol vagy te? És miért tudok idézni? Hát akkor egy magam kell, hogy leverjem. Fuck. Ez átütt a pajzson, hiába védem le. És nem tudom mit stackkel, de lehet, hogy ilyen frostbite. Hogy mi ez? Hát ez egy elég creepy madár. Hogyan kell ezt a boss-t úgy megölni, hogy akár ne is üssön meg. Úgy, hogy van ott fent egy giant, aki folyamatosan dobál ilyen nagy metalitokat, úgymond. És kihasználom, mert a hülye boss képes eljönni bárhol itt ez a területen. És akkor mi a jó? Az, hogyha mondjuk egy helyet tartom, aztán a Kyklopsz meg elintézze nekünk a Kyklopsznál. Az óriás elintézze nekünk a piszkos munkát. Csak annyi, hogy így egy helyet kell tartani. És így látszik, hogy megy le a HP-ja szépen. Mert ilyen tűzsebzést is hagy maga után. Úgyhogy szerintem zseniális, hogy erre rájöttem. Mert meg kell, hogy ez a boss nagyon gyors és nagyon erős. Tehát szempillantással végzett velem. Mint most. Lehet, hogy így meg lehet csinálni. Csodák csodájára működött a taktikám. Nagyon sokat szóra próbálkoztam. 15 000 rúnát adott ez a szarházi. Az ennyi kifejezéssel, hogy pitangerős. És megérten ez nekem? Mi ez a Ted Spoke? Ted Spokery. Great Swear-nek számít. Causes Frost Build-up. Nézzük meg, hogy hogy néz ki, hogyha már ilyen. Ez csak ennyi. Azt hittük amúgy, hogy durva. Hát várjuk csak meg azt, amíg fél HP-nál van. Olyan területiket nyom, hogy konkrét az egész helyet itt bebojtotta a fekete lánggal. Eszméletlen erős. Szóval tényleg azt tanácsolom, hogy valahogy úgy próbáljuk kisakkozni, hogy a fent lévő Kyklopsz szikladobálás hölje meg, mert én egyszerűen nem mertem közelébe menni lóval sem, mert baromira gyors és konkrétan egy hitel bármely képessége. Legalábbis engem. És el kell jönni Góri seggbe, és hol van Góri? Ó, szegény csaj, hát még mindig. Nincsen teljesen rendben, félkarja oda. Hello again. Something about this place felt familiar to me. So I decided to pay a visit. Hoping to find someone here, but I've only found emptiness. Perhaps azt hitte, hogy találkozni fog itt valakivel, de csak üresség volt. Well, never mind that. I must focus on my journey. For which I must stay. Szerelésnek kell maradnia, folytatnia kell tovább az utat. Ha menjünk pihenni egyet a Grace-hez, és aztán összejövünk, akkor Mighton Bowery. Thank you kindly. Szóval nagyon köszönjük, hogy odaadtam a tűt Millicentnek. Most már útnak indulhatunk. Szerintem vagyok a szent. I vow to impart to you my knowledge. És most megosztja velem a tudását. Descendants of the Eternal. Jó. Se tud Glintstone Star, Night Shard, Night Maiden's Mistet. Hát biztos nem használni.
Úgy a varázslatot. És itt volt It seems the memories eaten away by the rotting sickness yet remain. De miért nem volt itt? However, she has no need of me anymore. No. Szóval nincsen szüksége rám. Egyedül kell megtalálni a végzetét, a sorsát. As I've aged, I've found the best way to aid the young is to be forgotten. Jó. És egyenlőre ennyi, mert következőleg Millicenttel mi Aldous Plateau-nál fogunk találkozni, azt gondolom egy másik kontinens. Láttam egy ilyet, hogy a Rotten Strayes is, tehát ilyen rothadt kutyákat tudok idézni ezzel. Méghozzá itt pontosan a az akadémia mellett. És most bejöttem Celia Crystal Tunnelbe, hogy emlékszünk erre a helyre, ahol szépen megszivattak engem is a legelején, hogy a teleport trap idehozott. Jó, be is fostam, de most már úgy érzem, hogy felkészült vagyok. Talán. Úgyhogy csak vigyázni kell a hernyó szarokkal, mert eléggé sokat spammolják azt a képességet. A varázslatot is találtunk, hogy Rock Blaster. Tovább jövünk ott fent. Találtunk ilyet, hogy Fateful Canvas Talisman, ami látszik, itt volt egy rejtett fal. Aha. És akkor ez lesz a bosszaba. Egyértelműen. Na, vessük meg. Ajaj. Ez egy golem? Falling Star Priest. Ez egy olyan csbika skorpió, hogy mi? Szaros bogás skorpió. Jesszus. Szoros volt. Nem tudtam, mire készüljek, basszus, ezzel még nem találkoztam, de... Ez egy igazi bestia. Somber Smithing Stone, Gravity Stone Chunk.
mennyi minden, Somberstone minus Bellbearing, ezt oda kell adni ugye az ikereknek ott a Roundtable Hold-ba. És nem fogom folytatni majd a következő részben, mert szerintem így is sok minden történt. De legalább haladtam Kaelittel, és ez számomra sokat számít. Hát szerintem a felét így megcsináltam, másik felét meg akkor majd a következő részre hagyom. Úgyhogy nem fogom folytatni majd a következő részben. Akinek tetszett a videó, azzal találkozunk majd. Addig is sziasztok!